Kemény hangnemben fakadt ki Oroszország katonai vezetése ellen a Wagner csoport vezetője. Jevgenyi Prigozsin kedden a győzelem napján mondott üzenetében azt vetette az orosz vezérkar szemére, hogy szándékosan félrevezetik Vlagyimir Putyin orosz elnököt az ukrajnai háború fejleményeiről. Jevgenyi Prigozsin az orosz zsoldos alakulat tulajdonosa szerint kozmetikázza a háborús veszteségek adatait az orosz katonai vezetés, a tízszeresére csökkentve a valódi számokat. A sok ember áldozat miatt széttépi a nép a főparancsnokot, ha elveszíti Oroszország a háborút, fogalmazott élesen Prigozsin. A félkatonai magánhadsereg vezetője szavaiban bár főparancsnokot mondott, a tráger nyelvezetű üzenet egyenesen az elnöknek szól. Állítja, hogy a felszerelés hiánya miatt sikertelenek az orosz harcosok Bakhmutnál az ukrajna elleni háborúban.